Mélyen tisztelt elnök asszony, mélyen tisztelt tiszteleti elnök úr, hölgyeim és uraim! Ha megengedik, megengeditek, akkor leülök, és az előadás második felébe fogok vetíteni előtte. Szeretném ezt mondani. Köszönöm szépen! 1939. szeptember 1-én a II. Világháború kitörésekor Adolf Hitler német kancellár és vezér megújította a nagymúltú vaskeresztet, ez ugye 1813-ban került eredetileg megalapításra, és eredetileg ez egy porosz kitüntetés volt, azonban 1939-ben már mint német birodalmi kitüntetés került ez megújításra, némiképpen megváltozott a vaskeresztnek a struktúrája ebben az időszakban. Ugye maradt az első és másodosztály, az első világháborúban kiadott jelvényekhez úgynevezett pántok is adományozhatók voltak, és hát megjelent a lovakkereszt. Most a lovakkereszttel nem foglalkozom, és a lovakkereszt magyar tulajdon, és ez egy másik téma. Természetes, hogy a háború kitörésének időszakától felmerült, ez is hagyomány, hogy a szövetséges országok képviselőit is lehet dekorálni a vaskereszttel, sőt, itt egy olyan sajátos szituáció is kialakult, hogy a német oldalon harcoló külföldi önkéntesek is végül megkaphatták a vaskeresztet. Néhány országot vagy nemzetet azért említek, akik biztos, hogy van vaskereszt, első, másodosztály vagy pántos. Vannak olaszok, szlovákok, románok, horvátok, finnek, spanyolok, észtek, lettek, oroszok, franciák, hollandok, belgiumiak, vallonok és flamandok egyaránt, norvégok és dán kitüntetett is ismert. A első és másodosztályú vaskereszt esetében. Most természetesen én most a magyar kitüntetettekkel foglalkozom, és való igaz, hogy igen kiterjedt levéltári kutatások alapján ez a hadtörténeti levéltár budapesti anyagára épülő előadás. Kiemelném, és próbálok egy kicsit hierarchia szerint menni a vaskereszt tulajdonosok között, de adott esetben eltérek ettől, és érdekességeket is próbálok kiemelni. Ha megengedik, megengeditek, akkor egyes forrásokból fogok idézni. Van egy-két nagyon érdekes korabeli forrás, hogy ki hogy kapott vaskeresztet egyéb, és leírja, és ott volt a levéltári anyagban. Ezek szerintem nagyon érdekesek, jó pofák. Horthy Miklós kormányzó 1915. augusztus 7-én közé, tehát viselési engedélye alapján volt tulajdonosa a másodosztályú porosz vaskeresztnek, és 1916. március 4-én kapott viselési engedélyt az első osztályhoz. Ezeknél az adományozásoknál Horthy sorhajókapitányi rendfokozat van, még nem admirális. Pontosan nem ismerjük azt az időpontot, amikor ő a 939-es vaskereszt első és másodosztályhoz megkapja a pántokat, mind a kettőhöz megkapja a pántot. Ezeket valószínűleg egy időben adták át neki, ő viszonylag sokat járt már ebben az időszakban is, inkább rövidebb időszakokban a vezérnél és kancellárnál, feltétlenül egy ilyen alkalomkor kapta meg ezeket a kitüntetéseket. Nagyon érdekes Horthy esetében, hogy ellentétben más német kitüntetéseivel, amelyeket nem igazán szokott viselni, lehet, hogy egyszer-egyszer rakta csak föl, a vaskereszt első osztályát a pánttal, azt általában viseli, és erről szélesebb fotó- és filmdokumentáció is felmaradt, be fogok mutatni ilyen képet. A német ellenes beállítottságú Horthy István kormányzóhelyettes, ugye tartalékos repülőfőhadnagy, hogy a németektől életében egyáltalán nem kapott kitüntetést, ugye nyilvánvaló beállítottsága miatt, viszont amikor szerencsétlenül járt a keleti fronton, azonnal kitüntették az első és másodosztályú vaskereszttel, ezt posztumusz kapta meg, és ezek már szerepeltek, ezeket átadták a családnak, a kormányzóhelyettes temetésén, illetve hát a ravatalozásánál, ugye a országház épületében és a kenderesi temetés, ezek szerepeltek. Egy képet tudok erről is mutatni, ezek érdekes felvételek, hogy látható vaskereszt a temetési menetben. A vaskereszt adományozások körül egy sor probléma merült fel. A magyar oldalon nem biztos, hogy teljesen tisztában voltak olyannal, hogy akinek megvolt az első világháborúban a vaskereszt, mondjuk másodosztálya, az most már csak ismétlési pántot kaphatott, illetve ismétlési pánttal viselte a vaskereszt. Ez mondjuk például nem volt tisztázott. Voltak olyan problémák, hogy például előfordult, hogy aki kétszer kapta meg, hát kétszer nem lehetett adományozni vaskereszt, és ebből voltak gondok, problémák. Vitéz Pongrácz Pál vezérőrnagy
Például a 39-es Vaskereszt másodosztályával előző kitüntetve, mikor kiderült, hogy ő már tulajdonosa a Vaskereszt első világháborús változatának, így ki kellett cserélni a jelvényt, és a német katonai attasé elég bonyolult, két év után cserélték ki a németek a jelvényt. Hát elég bürokratikus volt. Lakatos Géza vezérezredes is tulajdonos. A pántot viszonylag nagyon kevesen kaptak egyébként. Az első osztályhoz, a másodosztályhoz is nagyon kevesen kaptak. Vörös János vezérezredes vezérkari főnök is birtokosa volt a pántnak másodosztály esetében. Létezik olyan fényképfelvétel, ahol teljesen szabálytalanul a háromszögletű szalagon viseli a pántot. Hát nem, gondolom nem szólt senki, hogy rosszul viseli, szabálytalanul viseli. Vörös János vezérőrnagy, második gépkocsizó dandár parancsnoka 41. november 16-án az első osztályt is megkapta, tehát volt olyan kitüntetve, akinek a másodosztály meg volt a pánt, és az első osztályt újra adományozta. Bakai Szilárd altábornagy 43. április 26-án kapta meg a másodosztályhoz a pántot, és 43. június 23-án az első osztályt az új adományozás volt. Vitéz Szügyi Zoltán, én Szügyi Zoltán nagyon nagyra tartom, nem tudom, ebben a körben ismert már, mert többször érintettem. Szügyi Zoltán valódi kiemel katona hős a világháborúban, ezredesként kapja meg, ő akkor a 43. honvédgyalog ezred parancsnoka, önként jelentkezik a keleti fronton, a haditapasztalatok szerzése véget. 43. december 13-án kapja meg a pántot a másodosztályhoz. A későbbiekben, ugye ő a Magyar Ejtőernyős Egységnek a legfőbb parancsnoka és vezetője, úgy hívják ezt az egységet, hogy Vitéz Bertalan Árpád első honvéd ejtőernyős zászlói parancsnoka, 43. június 4-én első osztályt kap, tehát a Vaskereszt első osztályát is megkapja. Csúcs György, a Magyar Királyi 6. könnyű tüzérezet parancsnoka, a másodosztályi Vaskereszt kapcsán a következőt írja, hadd idézzem. Kérek engedélyt, hogy részemre a 43, ez összefüggésben van a Doni katasztrófával. 43. január 20-án adományozott másodosztályú német Vaskereszt elfogadhassam és viselhessem. A rendelet harmadik pontja szerint eredeti okirat nem áll rendelkezésemre, mert ezt a harcok miatt elszakadván a Korpsgruppe Siebertől nem kaptam készhez. A Vaskereszt adományozásról először január 20-án Pozdorszki község védelmét követő napon a 3. hadtest parancsnoka gróf Stomm Marcell vezérőrnagyúr távbeszélőn személyesen értesített. Ugyanekkor közölték, ugyanezt közölte Vitéz Dezső László vezérőrnagy a 3. hadtest tűzérségi parancsnoka és Sárkány Jenő vezérkari ezredes hadtest vezérkari főnök. Később távbeszélőn fölhívott Siebert General Leutnant Commandeur Korpsgruppe Siebert, és ugyancsak közölte velem, hogy nekem a másodosztályú német Vaskeresztet adományozták. Magát az érmet, hát kereszt lényegében, Dezső László vezérőrnagy úrtól megkaptam, azonban igazoló írás nélkül. Midőn azt kértem, Dezső vezérőrnagy úr közölte velem, hogy a harcok miatt csak később adhatják ki, de különben nem lényeges, hiszen a felsorolt urak igazolhatják az adományozás tényét. A felsoroltak közül azonban gróf Stomm Marcell és Dezső László vezérőr fogságba estek, Sárkány Jenő vezérkari ezredes eltűnt, generálleutnant Siebert sorsát nem ismerem. A jelen tettekről közvetlen tudomása van Szalontai Dezső alezredesnek, jelenleg a 7. hadtest parancsnokságánál teljesít szolgálatot, akkor a 3. hadtest tüzérségi főnöke volt. Vitéz Oszlányi Korlén ezredesnek, aki akkor a 9. könnyű hadosztály parancsnoka volt, és sebesülten került haza. Jelenlegi tartózkodási helyét nem ismerem. A 7. hadtest parancsnokság mellett működő német összekötő törzs az adományos okiratot végül megszerezte és átadta. Tózsai Henrik ezredes, 11. honvédgyalogezred második magyar hadsereg hadtávfőnöke 43. május 10-én kapta meg a pántot a másodosztályhoz. 43. január 21-én kapta meg a Vaskeresztet a pántot másodosztályhoz Horváth Ferenc vezérőrnagy, az első pánciós hadosztály parancsnoka és Bányai József alezredes hadosztály összekötő tisztje. Zahar Sándor ezredes, a keleti megszálló erős vezérkari főnöke 43. április 26-án kapta meg a másodosztályt. Nemes Pokerinai Georgievics Ödön, magyar királyi főtörzskapitány,
Magyar Királyi Honvéd őrnaszád ezred parancsnoka 43. április 24-én kapta meg másodosztályú német vaskereszthez a pántot. Itt kiemelném, ő a folyamőr harcoló erőknek az egyik vezetője, és azért kapja a vaskeresztet, többek között ő és mások is, mert Szerbia területén harcolnak. A magyar hadtörténeti írás mind a mai napig hangsúlyozza, hogy magyar csapatok nem harcoltak az egykor ország területén kívül. Ez nem igaz, nem fedi a valóságot. Ezt árnyalni kellene a későbbiekbe. Én nagyobb iratanyagot találtam arról, hogy bizonyos erők, többek között ez a folyamőr alakulatok részt vettek Szerbia területén harcokban. És azért különböző német kitüntetéseket is kaptak, és nem csak a parancsnok. 1942 évi 33. hadiparancs alapján Vitéz Gál Sándor alezredes, 13 1-es zászló parancsnokság részéről megkapja a másodosztályi vaskeresztet. Eredetileg ő már az első világháborús jelvényt birtokolta, és itt is volt egy csere. Nem tudták, hogy pánt, és akkor kicserélték, itt is később kapja meg a jelmét. Vannak posztumusz adományozások magyaroknak is, ilyen például Mikkel József ezredes, 14. honvédgyalogezred parancsnok, aki ősi halált halt aknavető tűzben a keleti fronton. Major Jenő vezérőrnagy első gépkocsizó dandának a parancsnoka 41. november 16-án kapta meg az első osztályú vaskeresztet. Érdekes, a major tábornok az elismerést a 17. német hadsereg parancsnokának üdvözlőle nagyon szép levelet ír a német parancsnok, és az adományi okiratot is a 17. német hadsereg parancsnoka adja át. Érdemes utalni olyan példákra, hogy a nagy német birodalom vezére és kancellárja Horthy Miklós különböző látogatásai során magyar vezető személyiségnek, általában a katonáknak reprezentatív körülmények között adta át a vaskeresztet, nyilván protokolláris formában. Ezek a magasabb katonai parancsnokok nem is voltak kint a fronton, vagy lényegében nem igazán voltak kint a fronton. Ilyen volt például 1941-es látogatásnál a László Dezső vezérőrnagynak átadott szett, első és másodosztály, amelyet különleges tokban adtak át. Különleges tokok világritkosságok, de erre utaláshoz az iratban ő is úgy kapta meg. Díszdobozban lényegében. A budapesti német katonai attasé 1942. december 25-én jelentette, hogy Csatai Lajos, akkor vezérezredes, harmadik hadsereg parancsnoka, illetve dánoki Veres Lajos altábornagy, a 9. honvéd hadtest, ez kolozsvári hadtest, és más katonai vezetők, például Újlaki László vezérőrnagy, Jenő vezérőrnagy, a debreceni 6. honvéd hadtest parancsnoka, megkapták a másodosztályi vaskeresztet. Lényeges kiemelni, hogy a második magyar hadsereg különböző katonai vezetői, illetve tisztjei és Viszlében német vezérőrnagy külön üdvözli a kitüntetett tábornokokat, magyar tábornokokat, és a későbbiekben ők az első osztályt is megkapják. Az adományos okmányokat érdekes módon később kapták meg, hónapokkal később. Ezeket a valószínűleg valamilyen bürokratikus ok miatt a katonai attasé adta át Budapesten, tehát nem keleti fronton. Újlaki vezérőrnagy, mind az üdvözlő támiratot, iratok vannak róla, mind pedig a magát az okmányt külön megköszönte a német Viszlében tábornoknak. Érdemes utalni arra, hogy Jáni Gusztáv, tudjuk kiről van szó, 1942. július 19-én kapja meg a másodosztályt, tehát utóbb lovakkeresztet is kapott, ezt megjegyzem. Csibi Kálmán vezérőrnagy, 11. könnyű hadosztály parancsnoka, 43. december 5-én kapta meg a másodosztályt. Tulajdonosa volt mindkét vaskereszt változatnak, Grassi Jenő vezérőrnagy, akkor a honvéd kiképzési csoportfőnök, amikor kapja a kitüntetéseket, 42. október 3-án a másodosztályt, és 43. január 31-én pedig az első osztály. Grassi ismert személy a Újvidék és más dolgok kapcsán. Szintén én fontos katonai személyiségnek tartom Gertenyesi Hollósi Kuti László vezérőrnagy, a 13. könnyű hadosztály parancsnokát, a tordai hős, tordai győztes ugye 44-ben, aki 43. február 17-én kapja meg a másodosztályt.
Ginsky Oszkár 43. március 1-én a következőt írja. A német Siebert hadtest csoport parancsnoka, kinek a magyar harmadik hadtest múló év január 13-ától kezdve alárendelve volt, 18-án alulirottnak, mint a 6. könnyű hadosztály parancsnokának távbeszélő. A német másodosztályi vaskeresztet adományozta, távbeszélőn adományozta. Mint mondá, személyének hadosztályparancsnoki minőségében történt bátor, eredményes bevetéséért, mert január 17-én a Don menti Alexandrovka község délnyugati területén egy század tartaléknál való tartózkodásom alkalmából egy ellenséges oldalazó támadás hirtelen kibontakozásának láttára vezérkari főnököm és ártalom a helyszínen összekapart 150 főnyi vegyes alakulatbeli legénységet tisztek hiányába vezérkari főnökömmel együtt személyesen ellentámadásra vezettem, és ezzel a hirtelen bekövetkezett nagyobb krízis sikeresen elhárítottam. Zsadányi Zoltán vezérkari ezredes, első gyorshadtest vezérkari főnöke 41. november 16-án első osztályt kap. Oszlányi Kornél neve sokszor elhangzott, ő akkor a 9. könnyű hadosztály parancsnoka, 43. január 13-án másodosztályt kap. Marcsa Sándor ezredes 7. német hadtesthez, illetve más német csoportokhoz kirendelt magyar összekötő, Zébert altábornagytól kapja meg 43. január 21-én Kosztakovkán a másodosztályt, és az okmányt is egyidejűleg átadják. Mikec Kálmán alezredes, a 22. könnyű hadosztály parancsnokságát ló nyilvántartási érdemekért, kap 43. április 14-én másodosztályt. Én próbálom ezeknél a témáknál a direkt hőstetteket, amiket én nagyra értékelek, egy kicsit elválasztani esetlegesen mást. A ló nyilvántartás az annyira talán nem. Csemesz Károly vezérkari őrnagy, az első páncélos hadosztály vezérkari főnöke, a másodosztályt 43. január 28-án kapja meg. Lovaken Károly vezérkari őrnagy, a családja, egy dolgot nem mondtam, és ez most a lelkiismeretemet kicsit bántja. Nekem a rokonaim között és az egykori barátaim között ma már nem élnek, több személy volt birtokos a másodosztálynak. Ezt úgy nem is, az ő emléküket is szolgálhatná, kicsit ez az elnézést az elején nem mondtam. Ezzel a ketyerével voltunk egy picit elfoglalva. A Ken Károly vezérkari őrnagy egyébként a Kerepesi temetőben nyugszik. Ő a második hadsereg vezérkari főnökségén működik, 42. június 28-án kapja meg másodosztály. Ramos Sándor pánciósal ezredes, érdekes módon ő meg harckocsi átvétellel foglalkozik, ő se a fronton, hanem harckocsi átvételi bizottságot ő vezeti, hát lényegében azért kapja, tehát nem harci cselekményért, 43. április 14-én ő a Honvéd átvételi bizottságnak az elnöke. Seregély István alezredes, a 31-es gyalogezred esetében éppen szabadságon van. Szabadságon van, amikor nem adják még át számára vaskeresztet, és lényegében az ezred ládája, ahol az iratok vannak a majdani kitüntetésekkel és okmányokkal, a szovjet aknavető tűzben elég. Gyakorlatilag szólnak, hogy hát jó lenne, ha újra adományozná a német szövetséges. A német szövetséges nem akarja adományozni, járjanak utána, igazolják, hogy a szovjet belőtt és kigyulladt a teherautó, illetve azon ez a láda. Hát végül nagy utána járással újra adnak okmány. Nyilván a német oldalon az merül fel, hogy esetleg vissza akarnak az okmánnyal élni. Hát maga az érem az nem annyira, ez feltétlenül ilyesmi van bele. Én nem irigylem az alezredes urat. Tímár Kálmán gyalogsági ezredes, 16. gyalogezred állományából, ő a lőszerügynek a főnöke a keleti fronton, 43. február 25-én kapja meg a másodosztályt. Fehéregyházi Ödön vezérkari százados, viszonylag hosszú időn keresztül kim van a fronton, 102-es könnyű hadosztálynak a vezérkari főnöke, kiemelik az ő esetében, hogy kiválóan látja el a megszálló feladatok irányítását, a partizánok elleni harcnak az egyik vezér alakja többek között, és magasabb vagy középbeosztású tiszt létére közelharcokban is részt vesz, sőt ezekre jelentkezik, valószínűleg keresi a veszélyt. Németek rendkívül meg vannak vala elégedve, és hát a következőt írják róla, hogy
Teljesítményének elismeréséül a német haderő legfőbb hadura, a német vaskereszt másodosztályával tüntette ki, és fehéregyházi ödön vezérkari százados, a jól végzett munka tudatában büszkén viseli ezt a magas elismerést. Hát ez annyira nem magas elismerés, de hát így írja a forrás. Maród Béla százados, hadi akadémiai hallgató, egyébként a háború időszakában az akkori tiszti iskolásokat egy időre kivitték a keleti flótra haditapasztokat szerezni, valóban nyilván hőstetet hajt végre, 43. január 29-én, mint hallgató, kapja meg a másodosztályt. Maróti Géza hadiműszaki törzskari százados, dommenti harcokért kapja 42. december 18-án a másodosztályt. Később, amikor kivonják a frontról, ő a haditechnikai intézetnek lesz a robbantó főnöke. Már az hátországban. Mihály Csaba százados, gépuskás parancsnok, direkt harcokért 43. január 20-án másodosztály. Színai András vezérkari százados, 13. könnyű hadosztály, ő szállásmester. A szállásmester gyakorlatilag a hadseregnek valóban szó szerint az elszállásolásával kapcsolatos tevékenységet irányítja. Ez fontos tevékenység, de nem direkt harci cselekmény, 42. december 25-én. Dorsán kapja meg a másodosztályt. Dorsán Alfonz főhadnagy, a harckocsizó ezrednél, a első harckocsizó ezrednél zászlóalj parancsnok, direkt harci cselekményekért 43. április 14-én másodosztály. Esztergomi Emil tartalékos főhadnagy, haditudósító osztálynál van, ő újságíró gyakorlatilag. Ez is mondjuk egy érdekesebb adományozás, 43. május 5-én másodosztály. Dr. Magyar Zoltán, orvos főhadnagy, hivatásos, szintén ritkább, ő a Béla király 8-as honvéd gyalogezrednél szerepel, és 42. december 7-én másodosztály. Pap Endre tartalékos főhadnagy, légvédelmi gépágyúnál, 42. május 15-én kapja meg a másodosztályt. Gájer István hadnagy, a Jurisics Miklós 6-os tábori tüzérosztálynál szerepel, ez egy nagyon érdekes fegyvertípust irányító fiatal tiszt, ködvetőt irányít. A ködvető az egy rakétafegyver, amely a szovjet zsákmányból a németek által továbbfejlesztett dolog, és a magyar hadsereget is ellátják, és egy-két fiatal tisztet kiképeznek erre a fegyverre. Ez egy rakétafegyver, olyan, mint a Katyusa. Most ő lesz a magyar ködvetőknek az első direkt parancsnok, egy fiatal parancsnoka. 43. május 5-én kapja meg a másodosztályt. Fleiner Sándor, határvadász tiszt, 42. október 30-án kap másodosztályú vaskeresztet. Ez valószínűleg a délvidéki partizánok elleni harcnak az elismerése. Hammer János továbbszolgáló zászlós, 1942. december 7-én első osztályt kap. Ez nagyon ritka, hogy fiatal, viszonylag fiatal, kisbeosztású személy első osztályt kap. Vannak további posztumusz kitüntetettek, ilyen például Ferfi Ödön vezérkari százados, aki direkt harc közben, közelharcban esett el, és 42. augusztusán nyerte el a másodosztályt. Nagy ritkaság a magyar vaskereszt tulajdonosok között az arisztokrata, tehát hogy valaki mondjuk báró lenne. Egy-két ilyen szemét ismerünk ebből a körből. Például báró Jeszenák Béle százados urat, lovas századot vezet, és Podmanini és Aszódi báró Podmaniszki Frigyes zászlós urat, aki szintén huszár, és 43. május 31-én kapják meg a másodosztályt. Voltak olyan magyar katonák, tisztek, akik direkt módon német alárendeltségbe vettek részt a keleti fronton. Ilyen beosztásban az első páncélos hadsereg alárendeltségében harcolt például Földes Gyula főhadnagy, Török József hadnagy és mások, és egy másodosztályi vaskeresztet kaptak 1943. augusztusában. Érdekes módon, szintén nyilván protokoll érdemek alapján, 43. április 14-én Megyesi Schwarz Miklós ezredes is kitüntetik, aki az ifjúság honvédelmi nevelésének
országos vezetője, külügyi megbízottja, ez egy jó hátországi állás, ahol nem is láttak ellenséget nyilvánvaló, de megkapja. Mikló Falvi Ferenc ezredes, a Ludovika Akadémia egyik parancsnok, a parancsnok helyettese, a háborúban játszott, amikor kivitték az akadémiai hallgatókat a frontra, szerepéért kapja meg a másodosztályt 43. április 14-én. Érdekes módon hasonlóképpen frontot megjárt, hát oktató és tiszt, az Rínyi Miklós Gyalogsági Hadapléd iskola, Pécs, ott van ez az iskola, állományában Tallér János főhadnagyúr, aki első osztályt kap a keleti fronton. Toldi Miklós központi testnevelési iskolának az állományából Szőcs András százados másodosztályt kapja 43-ban. Böszörményi Géza alezredes, a központi gyalogsági iskolának az egyik igazgatója, 42. október 28-án másodosztályt kap. Ugyanígy kitüntetik Bózza János őrnagyot, aki viszont a központi légivédelmi iskolát vezeti, vagy annak egyik, bocsánat, tanára, 43. január 30-án kapja meg a másodosztályt. A központi páncélos iskola parancsnok helyettese, Peinlich Béla ezredes is megkapja, és mások. Központi lovassági iskola, érdekes módon ilyen kört is kitüntetnek. Báró Pongrácz Géza alezredes 43. április 14-én kapja meg. Érdekes, hogy csendőrtisztek is kapnak, szintén valószínűleg partizánok elleni harcért, hátországban ugye Magyarország területén. 43. május 14-én Kulifai László főhadnagy Ungvárról, az ottani csendőr tanzászlóval egyik tisztje, és Szádai Béla főhadnagy úr, aki az első csendőrkerület szárnyparancsnokság helyettese Gödöllőn. 43. május 14. Rendkívül ritka az első osztály a legénységi állománynak, a másodosztály nem annyira ritka. Néhány példát említek. Adler Mátyás tartalékos szakaszvezető például a 35. gyalogezred állományából lovasparancsnok, ilyen szakaszparancsnok 42. július 4-én kapja meg a Paskeresztet. Hardi László őrvezető 5. gyalogezret első zászlóajánál 42. augusztus 22-én kapja meg direkt harccselekményekért. Horváth Lajos őrmester 30. harckocsi ezrettől 43. január 6-án kapja meg. Nagyon érdekes forrás, Pandur József továbbszolgáló szakaszvezető, nem Pandur, a Pandur, elnézést, továbbszolgáló szakaszvezető, így írja le a Vaskereszt körüli élményeit. Szintén az összefüggésben van az összeomlás körüli időszakkal. 42. karácsony éjjelén tekintettel arra, hogy nem tudtuk megtartani ezen szent ünnepet, magam kimentem egy kicsit körülnézni. Kíváncsiságom annyira magával ragadott, hogy felszereltem magam 2 darab tányéraknával. 12 darab német nyeles kézigránáttal. És átmentem az orosz vonalakhoz. Ezen könnyűnek ígérkezett vállalkozás eredménye 2 rejtett földerőt szétrombolása, 10 szovjet katona foglyulejtése volt, amit Schmidt Hermann német hadseregbeli őrmester úr belevett jelentésébe, amikor segítségemre jött a szakaszába. 1942. december 28-án önként jelentkeztem egy vállalkozásra, aminek az volt a célja, hogy a szomszéd szemben levő erdőben, az Urívi erdő, levő ellenséges földerődeket foglaljam el, illetve robbantsam fel. A rendelkezésen bocsátott rajjal és robbanóanyaggal. A vállalkozásom eredménye egy nehéz puska, 4 géppuska, számos gép, 45 szovjet katona. 1943. január hóban 3 szovjet páncélost tányéraknával széjjel romboltam. A januári nagy visszavonuláskor részemre egy borítékban, ellen vállalkozó mondták, hogy itt van, vigye, fussadak, körülbelül ez a stílus, másodosztály német Vaskeresztet, és Korbinóban a hadosztály parancsnokság épületét, ezt átadták, utána megfutottuk, elnézést, körülbelül ez a forrás. Ez szerintem nagyon érdekes, aki nagyon ritkán van a levéltárban. Róka Béla főtörzsőr mester első hegyi dandár páncértörő ágyú csoportjáról, ugyan a háború végén, de első osztályt kaptél tiszthelyettesként, ez a háború, ez 45-ös adományozás. Sali Gyula tartalékos címzetes őrmester, 152. gépkocsizó utánzászlóajtól, a Heeresgruppe B parancsnokságától 42. szeptember 27-én kapja meg a másodosztályt.
1943. április 14-én utólag adományoztak 30 fő legénységi állományú személynek vaskereszteket, másodosztályt, olyanoknak, akik 41-ben a háború legelején részesei voltak a szovjetul lenni harc kezdetén, ugye, amikor átlépték a határt, és utólag kaptak ugye, a legénységi állományból másodosztályú vaskereszteket. Mindenképpen ki kellene emelni, hogy az első és másodosztályú vaskereszt kitüntetői között a légierő tisztjei, illetve állománya túl reprezentált megítélésem szerint, ez ismert, majd fog mutatni egy-két ilyen vonatkozás. Más esetben is ugye a légierő egy ilyen különleges fegyver, nem, amelyeket mindig ki szoktak tüntetni. És látványos ugye hadi sikereket tudnak felmutatni. Közismert ebben a körben Heppes Aladár, hát őrnagy, később alezredes, 101-es ugye vadász, ez a Puma egység parancsnok ez az úr, és 43. január 29-én kapja meg a másodosztályt, és 44. nyarán pedig az első osztályt. Kovács Endre repülő alezredes, távolfelderítő repülőegységnek a parancsnoka, 43. április 22-én kapja meg a másodosztályt. Bálnaki György repülőfőhadnagy, első vadászrepülő osztálynál repülőgépvezető 42. december 21-én kapja meg a másodosztályt. 43. április 22-én pedig az első osztályt. Megkívánom jegyezni, hogy egészen véletlenül a 101-es ezrednek megmaradt a háború végi iratanyaga is. Német kitüntetés adományosa május 9-e után is folyt. Tehát 45. május 9 után is előfordul. Ez nagyon érdekes, de a májusban sokat adnak, a háború legvégén sokat adnak, nem csak vaskeresztet, mást is. Meg lehetne említeni még egy-két embert, például Bejci József százados, szintén a 101-es ezredből, másodosztályt 43-ba kapja, vagy Németh Endre főhadnagyot, az távolfelderítő repülőegység, ilyen bombázó tulajdonképpen, osztályánál van, 43. április 22-én első osztályt kap. Egyébként, hogy ki kap első osztályt, ki kap másodosztályt, ez lényegében mondjuk a tiszti állománynál nem feltétlenül szükségszerű, bár kezdet-kezdetén az első osztályt csak magas rendfokozatú személyeknek adták, míg mondjuk a másodosztályt elvileg bárki megkaphatta. Na most különlegesség. Különlegesség. Sajátos, de a II. Világháború időszakában előfordult olyan, hogy magyar zsidó munkaszolgálatosokat is kitüntettek a német vaskereszt másodosztályába. Ez megtörtént például az 1942-es karácsonyi harcok után, amikor egy nagyobb munkaszolgálatos csoportot, akik kitartottak is egy bizonyos szituációban, az első vonalban hősiesen szerepeltek, a vaskereszt másodosztályával ismertek el. Voltak olyan személyek, akik véletlenül kétszer is megkapták a vaskeresztet. Ilyen volt Török József hadnagy, aki először 1941. június 27-én től 22-ig tartó harcok során repülő egységnél volt, mint megfigyelő, és a későbbi pedig egy kerékpáros alakulathoz osztották be, és ott is kiérdemelte. És érdekes módon mind a kétszer a másodosztályt kapta meg. Eredetileg nem tudták, hogy két vaskeresztet hogy kell viselni. Akkor jelentkeztek a németeknél, hogy hát most ezt hogy viseljük, pánttal, így vagy úgy vagy amúgy. És akkor mondták, hogy ez így nem lesz nyom, a vaskeresztet egyszer lehet megkapni, tehát egy fokozatot csak egyszer lehet megkapni. Akkor mondták, hogy jó lenne akkor az első osztályt kérni, mert hát kétszer. Akkor utána néztek, akkor valóban csak tábornokoknak volt meg az első osztály, és mondták, hogy hát sajnos akkor elvesztük a másodosztályt, ki az vaskereszt, akkor egy marad meg. Mondjuk érdekes, megvan az iratok között. Nem kapott mást is. Nem. Most különlegesség. A magyar katonák döntő túlnyomó része a keleti fronton szerzi meg a vaskeresztet. Minimális személy van, aki a hátországban, és szintén nyilván nagyon kis számúak azok, akik a, mondjuk a balkáni hadszíntéren valahol. Én találkoztam egy olyan úrral, egy pár évvel ezelőtt még élt, aki az Ohridi tónál volt magyar katonaként 43-ban. Ohridi tó az nem a délvidék, és ott kapott másodosztályt. Előfordul ezzel szemben olyan személy, aki az afrikai hadszíntéren kapott.
Ugye Almási Lászlóról van szó, ugye ismeretes az Angol beteg című vitatható film, de a személy az ismert. Ugye ő egy világhíres Afrika kutató, sivatag specialista, X könyvet írt különböző nyelveken, a ellenség is nagyon jól ismeri, becsüli az ő személyét. A németek kikérik, ő egyébként magyar tartalékos repülő főhadnagy. Kikéri a német hadsereg, és alkalmaz az Afrika Korp állományába, mint szakértőt. Megkapja az első és másodosztályú vaskeresztet is. Érdekes módon ugye a másodosztályt a 42. június 20-án, a első osztályt augusztus 14-én, és ehhez külön, hát ugye később kapja meg az engedélyt. Most van olyan adat, hogy talán még egy ember kapott másodosztályú vaskeresztet magyar személyként, aki ott volt az Afrika hadtestben. Mondjuk a név ez mondjuk annyira nem érdekes. Érdemes utalni olyan példákra, hogy a magyar bürokrácia, vagy akár a német bürokrácia szerintem a háború legutolsó órájáig, vagy kicsit még azután is foglalkozik az előírás szerinti mondjuk például kitüntetés adományozással és kitüntetésig eljuttatásával, engedélyek megkérésével és egyebekkel. Konkrét példa, hát 45, most így azért hölgyek, urak, biztos, hogy találkoztak ezzel, szerintem a 45 januárjától itt Magyarországon, a Magyarország megmaradt ugye német oldalon, vagy magyar oldalon, nyilas oldalon a területére sokkal nagyobb gondok voltak, mint gondolkodni, hogy ki kapja meg a kitüntetési viselési engedélyt, de az apparátus ezzel foglalkozott végig. Mondok egy példát. Vukovári Lajos nyugállományi vezérőrnagy esetében több hónapon keresztül foglalkoznak, 45. február márciusban, két hónapig foglalkozik a központi hivatal, hogy mikor lelik már fel, hol adható át neki a viselési engedély, a vaskeresztet más, a megkérte. Állandóan menekülnek, nem találják meg a vezérőrnagyot. Hát halom irat van róla, tehát 45 szerintem nem ez volt a legfontosabb kérdés, de akkor is ezzel foglalkozik. Végül nem találták meg, nem tudták átadni a viselési engedélyt. Ő eredetileg egyébként február elején kérte a viselési engedélyt, nem érték utol, nem volt fellelhető. Meg azért szolgálatban volt valahol a Dunántúl. Vagy másik példa, ez egy tiszthelyettes, Varga József főtörzsőrmester, Bartal vadász alakulat, ez budapesti harcokban részt vesz, és 45. január 20-án megkapja másodosztályt. És kb. Két hónapig keresik, hogy a Varga név eléggé általános. Próbálják végül, megtalálják a Bartalt, a parancsnokot, és akkor már lehet, hogy elveszett, vagy megszökött, vagy valahol eltűnt az illető, nem tudják átadni neki a papírt. Érdekes módon, de ezzel foglalkozik a hivatal, és ott vannak az iratok. Most megjegyzendő, ugye a külföldi kitüntetésekhez kell viselési engedély. Magyar állampolgár külföldi kitüntetés úgy kaphat, úgy viselhet, pontosan úgy fogadhat el, hogy az államfő engedélyezi. Tehát Horthy Miklós kormányzónak el kellett nyújtani elvileg más kitüntetésekről is egy kérvényt, hogy elfogadhatom és viselhetem ugye az adott kitüntetést. Tekintettel a jövendő viszonylag hát nagyobb számú ugye vaskereszt adományozásra egy átfogó szabályozás volt ebben a vetületben, ez eltért a többi kitüntetés, külföldi kitüntetés kérdéskörétől. Horthy Miklós előre adott 41. október 21-én legfelső elhatározást a jövendő vaskeresztek elfogadásának leegyszerűsítésére, és lényegében ez 45. májusáig így történt. Tehát egy egyszerűsített eljárás keretében honvédelmi minisztériumnak kellett bejelenteni, nem kellett az államfőhöz ebben a vaskereszt kérdésben fordulni, egyszerűsítették az eljárást. De mondom, ez működött, mert iratok is mutatják, hogy még a közkatonák is ugye kérték és kapták ezeket az engedélyeket. Akkor szerintem vetítsünk. Bocsi. Hogy ez így jó, vagy nagyon nem jó? Most jó? De viszont nincs kép. Akkor viszont... Nem, de azért... A hátsó. Viszont most még kép nincs. Mindjárt lesz. Jó? Akkor
akkor itt van egy olyan kép, ja, itt van a ketyere, elnézést, a ketyerét beüzemeljük. Itt van Horthy Miklós a vezérnél, itt van a pánt, az első világháborús, ugye első világháborús pánt, a Vaskeszt első osztályhoz, hogy jól látszik. A Lakatos vezérezredes, hát ő neki többféle vaskeresztje is van, hát elvileg itt van ugye a másodosztály és a pánt, ez egy érdekes dolog, és itt van az első osztály. Tehát az első világos vaskereszt, itt van a pánt, itt nagyon sok kitű, de ő is kapott lovakkeresztet, de most erről van szó. Tehát ott van ez a kicsi, majd mutatok pántot, külön mutatok jelvét, és itt van az első osztály. Itt különböző, itt is első osztály, másodosztály következő. Vörös Jánosnak is. Itt van egyik érdekes kép, ő teljesen szabálytalanul viseli a másodosztályt háromszögletű szalagon, és azon van rajta pánt, ott van rajta. Csatai Lajos Berlinben, ugye itt viseli a vaskeresztet. De egyébként egy pillanatra, bocsáss meg, itt ugye a német kollégákon is vannak ilyen pánt, és csak megjegyzem egyeseken, legalábbis a Csatain van. Következőt. Miklós Béla ugye mindenféle vaskereszteket kapott. Igen. Oszlányi Kornél volt, ugye az értem már az rendes, ez a kép valószínűleg ismert. Én birtoklom a gyűjteményembe is ezt a képet eredeti. Hát ugye első és másodosztálynak is vaskereszt tulajdonosa, és az első világháború is nagyszámú, igen, a kitüntetésről nagy rész az első világháborút demonstrálja, az újabb kitüntetése pedig a második világháború. De rendtűnő dekorák, most nem csak a Mária Terézia rend miatt, hanem ugye a magyar érdemrend kardos középkeresztjét is megkapta, és ugye a Zvonimir király koronája horvát rendnek is, ugye középkereszt a csillaggal, ez van alatta, ugye birtokossa. Hát még a békeidőben kapott tiszti keresztet is, ugye a vitézi elvényt is hordja. Hát ő tiszti arany vitézség érmes az első világháborúban, azért ez kiemelt. Nagyon melevaló. Hollósi Kuti tábornok, én őt nagyon jó katonának, nagyon jó parancsnoknak tartom. Megjegyzem, hogy ő magas kort ért meg Székesfehérváron, méltatlan körülmény. Én egy alkalommal találkoztam fiatal éveimben az idős Hollósi Kuti tábornokkal. Ugye itt van a Vaskeresztnek a másodosztálya, ez őrző, mert ez régen volt. Gyakorlatilag úgy, szintén megkapta középkereszt a kardokkal, és hát más békeidőszakban, és a sarsrendet is megkapta. Szintén első világháborús kitüntetéseket is visel. Következőt kérném. Vörös János, ugye itt jól látszik az első osztály. Ebben az esetben ez mondjuk nem annyira különleges kép, hát mind vezérkari főnök. Igen, kérném a következőt. Ő a Vasvári Frigyes vezérőrnagy, szintén viseli a vaskereszt másodosztályát, és ő ugye lovakkereszt a kardokkal, és más kitűnt, tiszti kereszt is egyéb kitüntetésének. Ő egy jó katonai vezető, középvezető a keleti front harcaiban, ismert középvezető. Koszorús Ferenc vezérkari ezredesnek is megvan a vaskereszt másodosztály és a kardos tiszti kereszt. Most éppen picit várjál. A múlt héten voltunk egy konferencián, ott elkezdték mondani, hogy ő nyerte meg a debreceni ütközetet, hát ez mondjuk nem felel meg a valóságnak. Debreceni csatát más nyerte, a német parancsnok nyerte meg, vagy ott, mondjuk ő lehet, hogy ott volt, mert nem játszott azért akkora szerepet Koszorús ezre, de harckocsizó parancsnok volt. Egy érdekes felvétel, első világban, most nem tudom ki van a képen, nem ismerjük a hát ezredes urat. Az ezredes úr viseli egy halom első és második világháború szalagsávot, viseli az első osztályt nyilván második világháború, és viseli a pántot a másodosztályhoz. Ez egy nagyon ritka kép. Ez egy idős ember, egy első világháborús veterán, ugye magyar ezredes a keleti fronton. Ismeretlen, nem tudjuk, hogy csinál. Tolnai Lajos vezérkari százados úr, Tolnai Lajos szintén kiváló vitézi avatták második világháború harcában, igen, aktívan részt vesz a keleti fronton, és ebben az esetben itt a másodosztálynak a tulajdonosa. Ugye a vaskeresztet általában gombjukba tűzve viselik, mint ahogy a képanyag is mutatja. Tehát gyakorlatilag német módra kell viselni ebben az időszakban. Egyébként az első világháborús vaskereszteknél volt egy olyan időszak a két világháború között, a 30-as években, amikor elrendelték a háromszögletű szalagon a külföldi kitüntetéseket, ugye a soron, kitüntetés soron viselik, de előfordult, hogy hosszú szalagon, ez mondjuk nem magyar viselési forma.
ezzel mondjuk engedményt tettek. Mert a sasrendet is például német kitüntetés a háromszögeti szalagon volt szokás viselni, nem hosszú szalagon. Kérném a következő. Ismeretlen főhadnagyúr, ugye másodosztályon, jól dekorált, hát a háborúban részt vett, ugye ezek adik, ugye a két szignum. Következőt kérem. Ez egy szenzációs kép, sajnos nem tudom, hogy ki van rajta. Ugye színes felvétel a magyar hadsereg akkori képviselő, meglehetősen raritások közé tartozik. Ugye a hadnagyúrnak is megvan a vaskereszt, és őnek is vannak ugye szignum laudiszai és tűzkeresztje estébe. Ez egy nagyon ritka kép. A színes kép nagyon. Ez a színes, az a különlegessége. Következőt kérném. Szintén a hadnagyúr, úgy látom, hogy huszár, tehát gyorsfegynemi és szintén a másodosztálynak a tulajdonosa. Ugye a bevételi érmek is megvannak, és ugye más kisebb jó. Hadnagyúrnak is szintén, ugye neki ilyen, várjunk ez, nem harckocsizó, önjáró lövek, szintén másodosztály vaskereszt. Horváth Sándor itt hadnagy, később főhadnagy, a tiszti aranyvitézségi érmet is megkapta, és a másodosztályi vaskeresztet. Egy rendkívül hősies fiatal tiszt, akinek sikerül a szovjet fogságból megmenekülnie, ráadásul úgy, hogy ki akarják végezni, és hát az ő kivégzése helyett éppen a fogságba ejtő csoportot semmisíti meg valamilyen kézigránát dobással, és megmenekül ebből a szorult helyzetből. Ez hiteles történet. És mondta, tiszti aranyvitézségen, mert rendkívül kiszámú tulajdonosai voltak. Egyébként sportügyességi jelvénye is van, egy igen belevaló fiatal tisztről van szó. Kérlek a következő. Majd. Dobányi László, főtörzsőrmester úr, ugye itt a legénységi, vagy hát tiszthelyettesi állomány. Na most ő úgy viseli ezt a vaskereszt másodosztályt, hogy kicsit be van dugva a szalag a gombjukba, egy kicsit ilyen szabálytalan, nem, ez hosszabb szalagon kellene viselni. Őnek is van vitézségérmélye és egyéb kitüntetésre. Kérném a következőt. Ő pedig a Fazekas Károly őrmester úr, szintén vaskeresztnek másodosztály, és neki is vannak vitézségérmek és más kitüntetése. Ő ismeretlen, ugye szakaszvezető úr, és hát a vas... Ez tulajdonképpen így is lehet viselni, itt látjuk egy kicsit, így be van hajtva, itt van a füle a vaskeresztnek, így is viselik. És neki is van vitézségén, mert ő megközött. Következőt kérném. Szakaszvezető úr is ismeretlen. Hát ő neki még a téli hadjárat szalagja is van. Ugye itt két német szalag is van, és úgy ő viseli a vaskeresztet. Téli hadjárat, ugye keleten éremnek a szalagja, és annak nem viselték magát az érem változatát, nem csak a szalagot, magyar katonák is. Következőt kérném. Őnek is megvan a téli hadjárati és a másodosztályi vaskereszt egymás alatt, ő viszont viseli az érmet. Következő. Őrvezető úr utász, itt van az utász jelvénye, nem tudom, nem tudjuk kiről van szó, és a másodosztályú. Hát ő is egy kicsit így belógatva viseli a szalagot, kicsit be van dugva a gombjukba. Következőt kérném. Másik őrvezető úr, hát így is lehet viselni, németek is viselik, ugye alá van varva vaskereszt. Hát így szokták viselni. Csak érdekes módon neki nincs magyar kitüntetés. Következő kérdés. Ez egy érdekes felvétel. Bíró Károly, 15 éves sepsiszentgyőri fiú, lehet, hogy még él. Titokban kiszökött a keleti hadszintére, és ott olyan vitézül harcolt, hogy soron kívül őrvezetővé léptették elő. És a magyar bronz vitézségére mellett megkapta másodosztály német vaskeresztet. Lehet, hogy él, hát ez van 44-45. Az Almási-nak a képe. Igen, ugye ott van az első osztály, tehát ilyen képet találtam róla, lehet, hogy van róla. Most valószínűleg, hát ez is német szalag, mondjuk ez nem feltétlenül, ez mondjuk lehet egy másik kitüntetés. Ugye Almási Lászlónak egy ilyen trókusi képe. Itt vannak átadási jelenetek, ezek nagyon-nagyon-nagyon ritkák. Egyébként összességben hadd jegyezzem meg,
hogy minden ilyen német vonatkozású kép tulajdonképpen ritkasságnak tekinthető. Második világháború után mindent kidobtak. Ez kompromittáló volt. Okmányból alig van. Az okmány magyaroknak rendkívül ritka. Pedig eredetileg, hát azért ezekből adtak, alig van okmány. Hát én is egy okmányt tudok bemutatni, de magáról az átadásokról készült képeken is 45 után kidobták. Következőt kérném, ugye itt is dekoráljuk az ezredes urat, dekorálják az ezredes urat. Ezek mindenről készült kép, esetleg filmfelvétel vagy egyéb, hát természetesen. Következőt kérem. Na most itt is ugye itt a német híradó is jelen van, és ugye itt a kitüntetett magyar honvédek megkapták, és megy tovább ugye a kitüntető német tiszt, és ez 44-es alkalom, hát valamilyen kínálnak a többiek hátul. Következőt kérném, ez egy másik alkalom, ugye kapják a vaskereszt kitüntetéseket. Ezek nagyon ritka képek, magyarok esetében nyilvánvalóan. Honvédek a keleti fronton vaskeresztekkel, ismeretlen, hát nem tudjuk, miről van szó. Hasonló. Na most ez végképp teljesen szabálytalan. Ki van tűzve a szalag, ki van tűzve a vaskereszt szalagon, hát gondolom senki nem szólt a keleti fronton, hogy most hogy viselitek ezeket a darabokat, de ez így teljesen szabálytalan. Sőt, itt még, mint egy szalagsáv is lenne, ez az úr össze-vissza viseli a kitüntetéseket, ez nem szakszerű. Hát ő, jó. Egy pillanatra vissza, bocsáss meg. Hát ő mondjuk megfelelően viseli, ugye ez elfogadható. Következő. Parancsolsz? Hát igen, mondjuk ő a soron viseli a vaskeresztet, hát nem, ez sem szabályos. Vagy az egyiket, vagy a másikat kell viselni. Ezek magyar bakák, magyar jó paraszt emberek nyilvánvalóan. Na most itt látható a kormányzó helyettesnek a temetése, pontosabban a budapesti ravatala, ugye repülőtisztek viszik, itt van a vaskereszt első, és itt van a vaskereszt másodosztály. Ugye itt a kitüntetés hordozók. Egyébként őt posztumusz minden szövetséges ország kitüntette magas és kevésbé magas kitüntetések, és úgy van, mert eredetileg egy-két kitüntetése volt csupán. Azokat viszik ott, ezeket a párnákon minden szövetséges állam kitüntet. Terbisz Imre repülőtisztnek a igazolványa, ez raritás, abszolút raritás, ugye másod és első osztályú vaskeresztje is van. Ez különleges, ez ritka, ma már nagyon ritka. Következőt kérném, ez különösen ritka, ez Heppes Aladárnak a katonakönyve. Ugye itt van a másodosztály, látszik rajta, ez különösen raritás. Itt látható korabeli, ugye vaskereszt pánt, ugye az első osztályhoz, Tókban. Itt látható ugye maga a vaskereszt zacskócskában, így adják át. Ennek ugye olyan nagy számban adományozzák, millió számra, másodosztály millió számra adományozza a német vezetés, a saját embereinek nyilván elsősorban, hogy Tók helyett egy ilyen zacskócskába adják át. Na most így látható ilyen a pánt és a vaskereszt másodosztálya. Ugye az első világháborúshoz ezt így kellene elvileg viselni. Ez egy viselt magyar személynek hagyatékából való, nyilván. Itt látható egy Varga József Freiternek adományozott 108-as X. egységből, hát ez 42-es adományozás, rendkívül, magyar személynek rendkívül ritkák ezek az okmányok. Egyébként a vaskereszt első és másodosztályának nem különösebben érdekes az okmánya, tulajdonképpen egy előre, ennek különböző változatai vannak, a Bianco okmányt általában géppel, nagy ritkán kézzel töltik ki, és akkor általában valamilyen hadseregcsoport vagy magasabb egység parancsnok írja alá és pecsételi le. De ezek egy fényezett lényegében ilyen mondjuk A4-es, vagy bocsánat, kisebbek, ez mondjuk olyan A5-ös méretű egy ilyen lap, nem különösen. Következőt kérném. Most ez szintén nagyon-nagyon ritka, 43-as ilyen igazoló papír, ami teljesen véletlenül maradhatott fönn a vaskereszt adományozásáról, vaskereszt előzetes átadásáról, ez magyar nyelvű, 1943-ból. Merényi ezredes úr írtam. Hasonlóképpen igazolvány megküldését igaz, ez nagyon, nagyon ritka papír. Ez egy gépelt anyag. Hasonlóképpen, ez egy különleges. Hát egy százados úrnak ugye az eredeti
kitüntetései és a egyenruhája ebből a korban. Na most ez nekem egy kedvenc képem, én találtam, ez a győri kármelita kriptában van, egy korabeli síremlék Kézdi József ejtőernyős főhadnagyúrnak, akinek a szülei vagy a rokonai akkor közvetlenül a háború legvége körül állítottak egy olyan síremléket, ahol hát a kitüntetések is rajta vannak, oda van írva a német másodosztályú vaskereszt, például rajta van a képen, ilyet én másút nem láttam. Most ez szerintem nagyon érdekes. Hát, köszönöm a megtisztelő figyelmet, és gondolom, hogy lesz kérdés. Akkor gyújtsátok, most köszönöm. Kinek lenne a hozzászólása? Vagy hozzászólás természetesen. Ebben kapcsolatban, és itt felismert valakit az ismeretben. Van is. Egy kérdésem, hát a lapátos katona az hogy tudott kérni első megfogadtan? Hát ha valaki az első vonalban volt, van egy olyan történet, hogy mondjuk a keretlegény mondja, hogy fiúk, itt vannak a bolsevisták előre, és a németek, és fegyver, és minden, és akkor átmennek a másik vonalba, és úgy. Lapáttal? Hát meg lehet, hogy volt puska is, meg kézügel, hát igen. Igen. Már végre nem hiszed, de? De hízegen vagyok. Hát így van róla. Ez a két tárgyaknás, hogy az, ő nem munkaszolgálatos, bocsánat, ő nem. Azoknak nem volt. Nem. Ez egy olyan eset, hogy mondom, valószínűleg egy nagyon lelkes keretlegény van, aki mondja, hogy gyerekek, alkalom, és akkor lehet ős. Jó, nyilván nem tömeges, de ha egy ilyen alkalom volt, ez hiteles. Hiteles. Átváltottak a munkásokat fronttal is, oda mentek, nagyon csak mi lapáttal őket. Hát, ez egy ilyen elképzelés volt. Hát nem elképzelés volt. Több olyan forrás van, hogy a munkaszolgáltatások adott szituációban fegyvert kaptak, és bevetették őket bizonyosatban, csak nem kaptak vaskeresztet. Olyanra több példa van. Különböző forrás. Sőt, olyan is van, ha már fölvezetések, nem a magyar kitüntetése. A második magyar hadsereg felső vezetése ajánl egy zsidó embert, egy zsidó munkaszolgáltatást, végképp is azt írják az iratokban, hogy tegyenek már vele kivételt. Ez az egyik legjobb katona keleti fronton, ott a mi marcsereünk, ő viszi legkülönbözőbb. Hát még ilyen is van. Tegyünk már kivételt, hogy most nem tudom, hát ő kapjon. Előfordul. Olyan is van, hogy valaki kihúzza a parancsnokot, munkaszolgálatot, csak ezek magyar kitűnik elnézést, nem német, és akkor kap életmentésé. Olyan is van. És megkapja, átadják neki. Ott van, le van rajzolva a levéltári anyagban a papír, hogy húzta ki a parancsnokot, nem tudom, a mocsárból a keleti, hogy mire kapna. Jó, nyilván nem tömeg, vagy nem tízezerek, de előfordul. Nem kizáró. Esetleg, csak mondom, ez nem Vaskeresztnél, én egy-két ilyen, egy csoportot ismerek meg még egy-két példát, ez mondjuk nyilván Vaskeresztnél nem tömeg. Egyébként elnézést. A német Vaskeresztnél egy olyan szabály volt 44 augusztusától, hogy 44 augusztusától nem kaphatta meg zsidó személy a Vaskeresztet. De 44 augusztusig megkaphatta. Német zsidóként is elnézést. Akkor van egy szabály, hogy mostantól nem. Most nem tudom pontosan a napot, olyan augusztus. Elnézést, bocsáss meg. Valaki ott... Egy kérdés legalábbis, hogy fölmerült, hogy nem adományozták 10.000 számra nyilván, de általában véve a magyarok hányat kaptak első osztályból, körülbelül másodikból. Van egy olyan adat, ez a Ungvári Krisztián barátunk talált egy ilyet valahol Freiburgba, olyan 800 első osztály van, és olyan 3000 másod. Ez olyan 45 februári adat. Van egy összesítés véletlenül, hát ez úgy körülbelül lefedheti magyaroknak. Ez az ő adata felhatalmazott, hogy mondhatom. Barátilag közül, tehát ő talált ezt évek ezelőtt. Tehát olyan mondjuk 800 első osztály, és akkor olyan 3000 valamennyi másodosztály. Az valószínű, hogy ennyi lehet. Tehát mondjuk a háború legvégén is adtak hát plusz 10%, hát körülbelül. Első osztályból nagyon, csak tényleg magasabb, általában magasabb parancsnokokkal. Igen? Más kérdésed?
Attila, köszönjük. Köszönjük. És köszönöm szépen a tagságot. Köszönöm.